Ma a világ látta, hogy Oroszország vezetői nem irányítanak semmit, egyáltalán semmit, csak a teljes káosz. Mondta Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök szombat éjszakai videóbeszédében a Wagner lázadásra utalva, és arra kérte Ukrajna szövetségeseit, hogy küldjenek még több fegyvert Kijevbe." A Wagner lázadás 23 év alatt a legnagyobb belső kihívást jelentette Vladimir Putyin orosz elnöknek, és globálisan is aggodalmakat okozott. Minden káosz az ellenséges vonalak mögött nekünk dolgozik, jelentette ki Dmitro Kuleba, ukrán külügyminiszter, az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint. Kuleba hozzáfűzte, hogy még korai lenne a történtek Ukrajnával kapcsolatos következményeiről beszélni, ugyanakkor még szombaton telefonon beszélt amerikai kollégájával, Anthony Blinkennel, s ezt követően az amerikai külügyminisztérium közölte, hogy Washington figyelemmel kíséri a fejleményeket, és szorosan együttműködik Kievvel.